Sziasztok, nagyon szép napot nektek, köszöntök minden kedves érdeklődőt, tartsatok velünk, és koncertó valaki nagyon szépen tudja mutatni, mert is a Nissan jelet, ami itt előttünk van, itt az M3 autóparkban található meg ez a jármű, aminek 2 darab kulcsa van, eredeti gyári darabok, szépek, és nincsenek megnyomkodva, nem véletlenül, ugye ide írtunk egy nagy 30-ast, nem véletlenül, tényleg csak 30 ezer kilométeres a 2008-as autónk, megdöbbentően szép és újszerű a kocsi belseje, ha ide beülünk, kellemes gyári illat van még benne. Friss műszakival kínáljuk nektek, a centa felszereltségű, és nézzük meg, hogy akkor hogy is működik ez a Nissan Note. A kulcs elfordítása után szépen el fog aludni az összes kontrollámpa, mármint aminek el kell aludnia, kézifék, bekötés, és a világítás be van kapcsolva, ez látható is ott kívül, hogy működik a világítása a motorja, nagyon szépen dolgozik, nagyon finoman jár benne, nagyon egyenletes és tiszta járású, és láthatólag nem késlekedik gázadáskor. Így néz ki egy szép 30 ezer kilométert futott autónak a kormánya, 2 darab elektromos ablakkal tudunk operálni, hogyha esetlegesen melegünk lenne, így tudunk friss levegőhöz jutni, és a klímának a használatával esetleg, amit ha bekapcsolunk, akkor küldi nekünk a kellemes hűvös levegőt. Gyári CD rádiót kapunk itt, középen Nissan feliratta, kellemesen szól, 5-ös a váltó, ami itt jobb kezemnél, és van egy centrál zár, amivel ki tudunk nyitni, és be tudjuk zárni a komplett teljes autót. Van elől légzsák, és van oldal légzsák is, az ülésekben elől. Így néz ki egy 30 ezer kilométer futott autónak az ülése, ott helyezkedik el a légzsák felirat, állítható magasságú, mind a kettő dolog, tehát a kormány és az ülés magasság. Hátsó ülés is kényelmes, ezt ki is próbálták a srácok, Feri és Peti kollégám behuppantak ide a hátsó szekcióba, és látjátok, óriási hely van itt, a hosszabb, magasabb emberek is kényelmesen fogják esetleg érezni itt magukat, ha ide hátra szorulnának. Amúgy nagyon kellemes, tágas családi kocsi ő, óriási csomagtere van, magas beltere, kalaptartó, dönthető ülések, és ha ide bemászunk, akkor látható, hogy van itt egy ilyen kis karocska, ezzel lehet, jó sötét lett hirtelen, tehát lehet kompletten egy sinen tolni az egész ülést, tehát lehet bővíteni, csökkenteni, vagy az árunak kényelmesebbé, vagy a bent tartózkodók számára lehet helyet, helykínálatot még adni. Nézzük meg a kaszniát is, ezüstmetál színű. Kicsit már kezd lemenni a nap, így föl is kapcsoltuk a világítást. Gyönyörűen világítanak, tisztán, áttetszően a lámpák, és a maga a mocink pedig itt ketyerészik. Tényleg olyan, mintha most jött volna ki a szalomból. Csak zűn, meg siklik a szíj, siklik az egész. Nagyon, nagyon kellemesen jár benne a motor, nagyon egyenletesen. És ami nagyon fontos, megint csak itt látjátok a 2019 6. havi olajcseréjét, ami 29.693 kilométernél történt meg. Tehát egy leszervizelt autó, bele kell ülni, hátra kell dőlni, és elindulni valamerre, amerre éppen kedvünk szottyanna. Egy nagyon jó kis megbízható, nagyon csendes motorral dolgozik ez a Nissan Note, és még nagyon sokáig fog működni, remélem, hiszen 30 ezer kilométer az éppenséggel, mondjuk be van járatva a motorja. Köszönöm, hogy velünk voltatok, nyomjunk egy ilyen jelet a végére, ezt köszönöm nektek, iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, nézegessétek a videóinkat, a viszontlátásra, sziasztok!